Heteken belül megkezdik a Trianon emlékhely építését a parlament közelében. A nemzeti összetartozás emlékhelyét a talajszint alatt hozzák létre, és csak nem 100 méter hosszú lesz. A Steindl Imre program vezérigazgatója szerint az emlékmű nem a veszteségről szól, hanem az összetartozásról. A stúdióban Vaxler Tamás. Ez egy optimista mondat volt Vaxler Tamástól, mert hogy már most sem úgy látszik, mintha ebben a témakörben olyan nagy lenne az összefogás, vagy az egyetértés, ebből nehéz lesz összetartozást farigcsálni. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Az összetartozás nem a politikai közvéleményen belüli teljes egyhangról szól, hanem a nemzeti összetartozásról. Értem én, persze. Az meglepte, hogy nincs konszenzus ennek a tervnek a megismerése óta abban, hogy ez jó vagy rossz? Őszintén szóval meg. Arra számítottam, hogy a dolog esztétikumával, a jelképrendszerével kapcsolatban viták lesznek, de azért úgy sejtettem, azt gondoltam, és szerintem nem csak én gondoltam ezt, hogy Magyarországon azzal kapcsolatban, hogy a 20. század egyik nagy magyar történelmi tragédiája az a trianoni szerződés, a történelmi Magyarország szétszabdalása. Azt hittem, hogy ezzel kapcsolatban konszenzus van. Azt hittem, hogy ennek a megítélésével kapcsolatban, azzal kapcsolatban, hogy ez egy olyan téma, amit a századik évfordulón meg kell jeleníteni, azt hittem ezzel kapcsolatban konszenzus. De úgy érzi, hogy éppen emiatt kap kritikát? Nem amiatt, ahogyan kinéz ez, amilyen lesz, amit képvisel, amit mondani akar? Hát bár arról szólna a vita, én egyáltalán sehol sem olvastam azzal kapcsolatban egy-két ilyen félmondaton kívül megjegyzést, hogy ennek az esztétikuma tetszik vagy nem tetszik. Egészen erős megjegyzéseket hallottam viszont azzal kapcsolatban, hogy egészen szerintem szélsőséges álláspontot interpretáljak a konkrét személy megnevezése nélkül, hogy azt kaptuk, amit megérdemeltünk már Trianonban. Az mondjuk valóban egy eléggé szélsőséges megállapítás. Egy ismert filozófusnak a megállapítása. Amellett, hogy nyilván a magyar történelemben volt alapja annak, hogy miért büntettek minket a környező népek, de most ebbe nem érdemes belemennünk. Valóban viszont Gerő András meg egy egészen másfajta megjegyzést tett. Látja, tehát ott valódi vita alakulhatnak ki Gerő András történésszel arról, hogy valóban helységneveket, településneveket kell sorakoztatnunk 1913-as felmérés alapján, és nem a családokkal, az emberekkel kell foglalkoznunk Trianon kapcsán. Ismerem Gerő Andrásnak a álláspontját, vagy ha tetszik, javaslatát. Ezzel a javaslattal több probléma van. Technikai problémák, hogy ezekkel kezdjük. Egyik az, hogy a pontosított állásfoglalása ezzel kapcsolatban az volt, hogy a 190 ezer névből, ami szerinte a történelmi Magyarországon előfordult, ebből kéne a legjellemzőbb nem tudom mennyit föltenni. Először is magát a számot is vitatom, hogy 190 ezer lett volna. A mai Magyarországon van körülbelül 130 ezer személynév, ezt egyéb okokból tudom, úgyhogy 190 ezer szerintem az egy alábecsült szám? Erősen alábecsült szám, bár nem hiszem, hogy nem tudom, hogy létezik erről konkrét felmérés, de nem ez a fő probléma. Ja, bocs, és a település nevekből pedig 12.500 van. És egy átlagos személynév, ráadásul hosszabb, mint egy átlagos településnév. Tehát így mondjuk a 100 métert, hogyha kifogása valaki, az lenne, vagy 300. De a fő probléma az, hogy a nevek azok a konkrét személyekhez kötődnek, adott esetben több ezer személyhez természetesen, és személyiségi jogokat sért. Ezt nem a levegőben mondom, hanem ennek utána jártunk. Különböző okokból. Személyneveknek az ilyen felrakása, személyiségi jogokat. 1913-as személynevek felrakása 2019-ben még személyiségi jogokat sértett. Azok, akik Szabó nevet viseltek 1913-ban is, azok, akik Szabó nevet viselnek most. De nem ugyanazok a Szabók. De nem úgy volna, nem az volt a Gerő professzor úr javaslata, hogy tegyünk fel, nem tudom pontosan hány lakója volt a történelmi Magyarországnak, hogyha volt benne 100 ezer Szabó, akkor 100 ezer írjuk fel, hogy Szabó, hanem az volt, hogy írjuk fel azt a nevet, hogy Szabó. És a Szabó név az ugyanaz ma is, mint ami akkor volt. És akkor az a kérdés is felvetődne, hogyha van mondjuk Magyarországon, fogalma sincs mennyi, mondjuk 20 ezer Szabó nevű ember, és akkor a 20 ezerből 11 ezer szeretné, ha föl lenne, 9 ezer nem lenne, akkor rendezünk egy népszavazást a Szabóknak, hogy eldöntsék, hogy ők fönn vannak, vagy nincsenek fel, és egy csomó egyéb probléma is van. Tekintsük úgy, hogy egy technikai kérdés. Ez egy megvalósíthatatlan kedves javaslat. De az a gondolat, hogy sem az alaptörvény, sem
sem a Trianon emléknapról szóló törvény, sem pedig az a logika, amit mondjuk Kölcsei himnuszához köt Gerő András, hogy itt a magyarságról beszélünk, és nem egy országról beszélünk. A magyarságot csonkolták, és nem a földterületet, mert az kevésbé fáj a föld, mint ahogy jobban fáj a nép. Az sem jó? Arra vagyok kíváncsi, hogyha valamilyen módon a település nevek között válogatni szeretnénk abból a szempontból, hogy melyikben éltek magyarok és melyikben nem éltek magyarok, akkor ezt hogyan csinálnánk? Tehát, hogy így egy magyarságmérő Geiger Müller számmal ráteszünk a utónévkönyv, és kiderül, hogy hol mennyi magyar volt ténylegesen, és ahol több magyar volt, vagy azt gondoljuk most, hogy több magyar volt, azt föltesszük, ahol pedig úgy ítéljük meg, hogy kevesebb magyar volt, vagy nem volt magyar, azt nem tesszük föl. Szóval az a baj, hogy ilyen esetekben, hogyha elkezdünk valamilyen utólag kreált elv alapján válogatni egy adatbázis elemei közül, akkor csak rosszul járhatunk, csak hibát követhetünk el. Az 1913-as statisztikai felmérés az egy szép, világos, egyenes elvi alap. Ez a történelmi Magyarország utolsó ilyen felmérése, a történelmi Magyarország területének az utolsó teljes összeírása, és mint ilyen ebből a szempontból támadhatatlan. A megvalósítás módjával kapcsolatban valamiféle szakmai vitát lefolytattak, vagy bekértek terveket, és ezt tetszett a legjobban valakiknek, mert erről semmit nem tudunk? Ez az egész beruházás az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának döntése szerint egy olyan kormányrendelet alapján zajlik, ez a 492/2015-ös, hogyha jól emlékszem, kormányrendelet, ami a különböző nemzetbiztonsági szempontból érzékeny beruházásokra vonatkozik. Ez mitől az? Ez attól az, hogy ez a terület, amiről, ahova ez az emlékhely meg fog valósulni, ez a tervek szerint, a Kossuth tér, nem a tervek szerint, ez így fog történni. A Kossuth tér biztonsági rendszerének a részét fogja képezni. Az elképzelések szerint egyébként később a Kossuth tér tulajdonosi helyzetet is hozhat. Tehát az az elképzelés, hogyha ez külön telekké válik, akkor ahogy annak idején a Kossuth tér az Országgyűlési Hivatalának vagyonkezelésébe került, ennek a darabnak is ezt a sorsot kellene osztani, legalábbis nekünk ez a javaslatunk. Egységes biztonsági rendszer lesz az egész Kossuth térrel, és ez pedig indokolja nem csak az én véleményem szerint, hanem a Nemzetbiztonsági Bizottság véleménye szerint. Ezt értem, de most akkor ez azt jelenti, hogy emiatt nem volt társadalmi vita, szakmai vita, nyilvános pályázat, nem tudom. Minden. Igen, ez azt jelenti, hogy ezt a tervezőt is, meg a kivitelezőt is, és szerint az eljárás szerint kell kiválasztani. Egy tervet láttak, és azt fogadták el, vagy több terv volt? Egy tervet láttunk, pontosabban egy folyamatosan változó tervet láttunk. Egyébként annyit hagyták, azért ezt egy picit árnyaljuk abból a szempontból, hogy egy csomó paraméter azért nagyjából egészében belövi, hogy mit lehet kezdeni. Ugye először is, ahogy az előbb megbeszéltük, 12.500 település nevet kell feltüntetni. Tehát így szólt a megrendelés, hogy valami olyan legyen, amiben ez belefér. Így volt a kormány határozatban, hogy így kell csinálni, ami szerintem nagyon, az előbb elmondottak szerint nagyon helyes elvi alapon álló döntés volt. Vannak technikai kérdések, hogy hány centi, milyen távolságból lehet elolvasni, mekkora betű méret kell, és itt ezek mondjuk meghatározzák nagyjából a méretet, és volt még egy nagyon fontos szempont. Ja, bocs, a helyszín az adott volt, ugye a Kossuth tér, a Nemzet főtere közvetlen szomszédságában megfelelő hely van egy ilyen történelmi tragédiát megjelenítő emlékhelyre. Ugye a korábbi helyszín, a Szabadságtér érthető okokból nem jött szóba, hiszen ott a szovjet hősi emlékmű áll a térnek ezen a részén, tehát ez egy megfelelő helyszínnek ítéltetett, és az pedig egy alapelv volt a tervezésen, hogy olyan valamilyen létesítményt kell csinálni, ami nem takarja ki az Országházat az Alkotmány utca felől érkezők számára. Fel sem merült, hogy több tervezőt megkérnek arra, hogy dolgozzon ezen a terven? Ajánlatokat kértünk, 3 tervezőtől kértünk át, ez szerint a kormányrendelet szerint, és ezek közül választottunk egyet. Közben látjuk a képeket, bocsánat, hogy egy másik témát idehozok, de hát látják a kedves nézők is, a Notre Dame főtornya beomlott, azt gondolom, hogy gyakorlatilag lassan kimondható, hogy elpusztul az emberiség történetének egyik legfontosabb kulturális emléke. Itt látjuk ezeket a képeket. Képek Párizsból. Közel 1000 év, 850 éves a Notre Dame. Ez pusztul most el Párizs kellős közepén. Ott felújítási munkák zajlottak vélhetően, miközben egyébként részleteket egyelőre nem nagyon tudunk. Ez okozta ezt az elképesztő tűzvészt, amit a CNN felvételein látnak. Most jegyzem meg újra, hogy 9:30-kor, 21 óra 30 perckor rendkívüli híradóval jelentkezünk itt az ATV-ben. Ez elképesztő. Főleg azért, mert ő átélt egy parlamenti tüzet.
Itt Budapesten is, amikor a felújítási munkák zajlottak, akkor különböző ilyen hírek voltak, hogy a parlamentben is volt valami, nem volt? Én nem észleltem. Rosszul emlékszem? Nem volt ilyen, most tudtam, már nem volt. Jó, akkor azt téves, rémhír, felejtsük el. Viszont két másik téma. Előbb említette a szovjet hősi emlékművet a Szabadság téren. Az megint felmerült, hogy azzal valamit tenni kellene. Nem tudom, hogy az ön hatásköre vagy sem. Van-e valami terv arra, hogy a orosz kormánnyal, a nagykövetséggel ismét felveszik a kapcsolatot, mint a erre már volt kísérlet korábban? Nem tudom, ezt nem tőlem kell kérdezni, de a Szabadság tér esetleges rekonstrukciójához semmi közünk nincsen. Jó, akkor egy másik téma, ez viszont biztos önhöz tartozik, Nagy Imre, és ez az ő szobra. Amit elvittek, éjszaka vitték el, az sokaknak fájósebb, hogy olyan sutyomban, titokban, hogy nehogy valamiféle tiltakozás ezzel kapcsolatban lehessen, és átkerül majd a Jászai Mari térre, annak a képviselőház felüli oldaláról elkezdődtek a munkák. Reagáljon először az éjszakára akkor, ahogy akarta. Egyszer valaki megkérdezte egy hasonló beszélgetésből, hogy ki döntötte el, hogy nem éjszaka egyébként, hanem hajnalban kell elszállítani, és itt ebben a kérdésben nem én nehéz megtalálni a felelős, mert én vagyok, én döntöttem el személy szerint, és teljesen praktikus oka volt. Ez ugye nem sokkal a két ünnep között került erre sor, nem sokkal a Kossuth téri, mondjuk úgy, hogy elfajult tüntetések után, és én nagyon nem szerettem volna megkockáztatni azt, hogy valaki rosszul méri föl a lehetőségeit, valaki rosszul méri föl egy ilyen folyamatnak a veszélyeit, és oda megy, és megpróbál valamilyen, hogy mondjam, jogon túli eszközzel tiltakozni, és adott esetben balesetet okoz. Én nem szerettem volna ennek a felelősségét vállalni, és ha nem szerettem volna a darukkezelőt, a darukkötözőt és a munkát végző embereket ebből a helyzetből, és ezért döntöttem így. Akkor is, hogyha tudtam, hogy ezt azt fogják mondani, amit ön is mondott az előbb. Szerintem ez egy nagyon felelős döntés volt. Értem a szempontot. Ki kellett, hogy önteni egyet érte vele, vagy ott a helyszínen biztonsági intézkedésekkel meg lehetett volna akadályozni, és bocsánat, akkor nem éri az a vád, hogy sutyomban, az éjszaka a sötétjében a pár nappal korábban intézik. Kossuth téri eseményeket, amikor voltak biztonsági intézkedések, elég számottevő biztonsági intézkedések voltak, számtalan rendőr volt a Kossuth téren, és ehhez képest megrongálták a Kossuth szobrot, bedobták az Országház ablakát, felgyújtották a szánkókat ott, és ez a szánkós tüntetés, erre viszont szerintem sokan emlékeznek. Mi lesz a Nagy Imre szoborral? Gondolom nem hajnalban fogják felállítani, nem, hogy a biztonsági intézkedéseknek megfeleljenek. Nem gondolom, hogy valaki tiltakozna a felállításra, legalábbis nem találkoztam ilyen véleménnyel. Legalábbis számottevő körökből ilyen véleménnyel nem találkoztam. A szobor rekonstrukciója végéhez, ha 95%-os állapotban van, Varga Tamás szobrász művész vezetésével, aki a szobornak az alkotója, készül a rekonstrukció, mondom, gyakorlatilag kész van. A térnek ezentúl otthont adó Jászai Mari térnek, ennek a felének a rekonstrukció és a vége felé közeledik. Felelősen kijelentettem, hogy június 16-ára állni fog. Lesz avatása? Lesz valami ünnepség, vagy csak felállítják, aztán ott hagyják? Hát mi biztos nem szervezünk. Mi, mint miért tenyőre, nem? Hát az én feladatom a felállításra vonatkozik, de ez a szobor egyszerűen fel volt avatva. Hát máshogy, más helyszínen, más gondolatkörrel. Több szoborral is, ugye a Steinimer program részeként több szobor áthelyezésére is sor került a Kossuth térről, és egyik sem kapott ünnepélyes avatást, abból kiindul, hogy ezek a szobrok már fel voltak avatva, és visszás lenne még egyszer avatási ünnepséget tartani. Van az ellen kifogás, hogyha valamelyik párt szervezett civil kör valami avatást szervez? Nem, hogy kifogásom is, nem közöm sincs hozzá, bárki oda megy nyugodtan. Köszönöm szépen a tájékoztatást, érdekes dolgokat tudtunk meg. Köszönöm szépen. Köszönöm. Látják a képeket, a CNN képeit Párizsból, és ezt láthatják majd a híradókban is 21 óra 30 perckor. Most jön a Jakubcsai Plusz, utána pedig mindent, ami Párizsból, a Notre-Dame sorsáról megtudható, megismerhetnek innen az ATV-ből. Köszönöm a figyelmüket, holnap este ismét számítok rá, viszontlátásra.